A rendelőintézet 7. szintjére költözött a gyógytorna, hétfőtől a diabetológia is ott lesz. Tavaly 118 bajba jutott családnak segített a Dunai Városi Díjhátralékosokért Alapítvány. 8 iskola 15 diákja vett részt a Gárdonyi Iskola tankerületi versenyén. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a D+ televízió híradóját látják. Már a rendelőintézet 7. szintjén az újonnan kialakított tornateremben végzik a gyógytornát a Szent Panteleon kórház szakemberei, ahová a korszerűsített lift viszi fel a pácienseket. Hétfőn erre a szintre költözik a diabetológia is. Ezen kívül mintegy 36,5 millió forintból új eszközöket vásárolhat az egészségügyi intézmény. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően új eszközökkel gazdagodik a Szent Panteleon kórház. Mintegy 36,5 millió forintból ultrahangkészülékeket vásárolnak. Ez egy Európai Uniós pályázat, ami nem most indult el, hanem több mint másfél évvel ezelőtt, de most ért révbe, és ennek keretében két korszerű ultrahangkészüléket tudunk vásárolni, összesen több mint 36 millió forint értékben. Ezek közül az egyik az intenzív osztály munkáját fogja támogatni, egy intenzívre specifikált ultrahangkészülék kardiológiai vizsgálófej is tartozik hozzá, tehát a kardiológiai vizsgálatukra is alkalmas lesz, ami egy elég szűk keresztmetszet napjainkban Dunai Városi Kórházban. A másik pedig egy nőgyógyászati ultrahangvizsgáló készülék, ami szintén egy elég korszerűtlen készüléket fog felváltani, egy közel 20 éves készüléket. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására nyújtotta be pályázatát a kórház, amelyen 100%-ban vissza nem térítendő támogatásként nyerte el a pénzt az eszközök beszerzésére. A projekt kitűzött célja, hogy az ultrahangkészülékek beszerzése révén a diagnosztikai hatékonyság, pontosság, gyorsaság szignifikáns mértékben javuljon az érintett szakterületeken, biztosítva ezáltal a betegellátás színvonalának, egyúttal a lakossági elégedettség növelését. A régi készülékeket természetesen továbbra is hasznosítják. Igen, mert áttekintő vizsgálatra, tehát tulajdonképpen a régi készülékekkel folynak a vizsgálatok, ezzel is egy korrekt leletet lehet adni, csak már a meghibásodási rátájuk az, amit rá kell költeni, hogy működjenek, az gazdaságilag nem hatékony. Jelenleg is zajlik a rendelőintézetet érintő, a járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó, mintegy 285 millió forint értékű projekt kivitelezése, sőt hamarosan a végéhez ér, ugyanis többek között megújultak a mosdók, elkészült az új lift is, amely már nem csak a 6. szintig, hanem a 7. is felviszi a pacienseket. Ez azért is fontos, mert itt kap helyet a diabetológia és a gyógytorna is, így a mozgásukban korlátozott vagy nehezen mozgó pacienseik is könnyen el tudnak jutni az újonnan kialakított tornaterembe. E héttől a kórház alaksorában működő gyógytorna már fel is költözött, és itt fogadják a betegeket. A finisébe ért, a diabetológiára már hétfőtől átköltözik a rendelés, illetve ugyanebben a felújításban szereplő tornatermet meg már igénybe vették. A diabetológiai szakrendelést még a kórház második emeletén találják a betegek, gondozottak, de február 10-től, jövő hétfőtől ezen szakrendelés és gondozó is visszaköltözik az eredeti, de már a felújított helyére, a rendelőintézet 7. szintjére. Szintén hétfőn kezdődik meg az a felújítási munkálat, amely a Karissa jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből, adományából valósulhat meg a neurológiai osztályon. Ezután is szeretném megköszönni a Karissa Kupa szervezőjének, a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség az önzetlen támogatást, hogy a kupa bevételét felajánlották a stroke őrző kialakítására. Ez mind érinti az eszközparkot, az őrzőmonitorokat, és úgy tudom, hogy az építőipari kivitelezésben is segítséget nyújtanak. A neurológiai osztályon többek között kialakítanak egy stroke őrzőszobát, és új speciális betegfigyelő monitorokat és mérőeszközöket is vásárolnak. Az előző esztendőben 118 bajba jutott családnak tudott segítséget nyújtani a Védőháló Alapítvány. Az előzetes tervek szerint idén 10 millió forintból gazdálkodhat az alapítvány, hogy segítse a közüzemi díjhátralékok kifizetésében a dunajvárosi családokat. A Védőháló Alapítványt azzal a céllal hozták létre még 2010-ben, hogy segítse azon dunajvárosi családokat, akiknek közüzemi tartozásaik vannak. Az alapítvány kuratóriumi titkára Nagy Zoltánné elmondta, az előző esztendőben 118 családnak tudtak támogatást nyújtani annak érdekében, hogy kifizethessék elmaradásukat valamely szolgáltató felé. 14 millió forintot költöttünk el a múlt évben az embereknek a segítségére, segítésére.
a 2020-as évre a költségvetésből, ha minden igaz, akkor 10 millió forintot fog kapni az alapítvány, ezzel kell gazdálkodnunk az idei évre, és biztos, hogy kell is, mert nagyon sok ember tartozásai vannak, közömdíj tartozások, és ezúttal szeretném kérni a városlakókat, hogyha valakinek ilyen gondjai vannak, akkor bizalommal keressék meg a védőhálót a polgármesteri hivatalba, hogy tudjunk segíteni abból a pénzből, amit kapok a polgármesteri hivataltól. Nagyon fontos, hogy az alapítvány akkor, illetve oly módon tud segítséget nyújtani, ha az adós a bajba jutott család is hozzátesz, vagyis a tartozás kifizetésében 30%-os önrészt vállal. A többit az önkormányzati alapítvány teljesíti a szolgáltató felé. Az alapítvány azokon az embereken tud segíteni, vagy családokon, akinek a saját lakása van, tehát a megvásárolt lakása, vagy pedig azokon, aki nem vásárolta meg a lakását, hanem mint bérlő él abban a lakásban. Négy lehetőség van a vízműtől, vagy a vízmű felé, tehát a fűtés és a melegvízdíjakat fizetjük ki, vagyis segítünk benne. A villannyal és a gázzal foglalkozunk, vagy pedig ha valaki a lakást megvette, akkor az a szociális bérlakásokban élőknek, azoknak lakbérnek hívják ezt, aki megvásárolta, az pedig a közös költsége, ebben négyben tudunk segíteni az embereken, és tényleg újra mondom, hogy bizalommal jöjjenek. Nagy Zoltánné kiemelte, aki bajba került, keresse fel őket mielőbb, hogy ne halmozódjon fel a tartozás, ne nőjön az adósság, hanem mi hamarabb megoldást találhassanak rá. Nyilván, aki idejön hozzám 500 ezer, vagy hozzánk 500 ezer forintos tartozással, azon nem tudunk mit kezdeni, hiszen a tartozásának a 30%-át, vagy azt az összeget, amit meg tudunk beszélni, abban tudunk segíteni neki. Tehát 500 ezer forint az nagyon sok tartozás. Van egy összeg, amit tudunk adni, van egy maximum, amit azt hadd ne mondjam most, hogy micsoda, de ha idejön időbe, és maximum 200 ezer forint tartozás van, azon nagyon tudunk segíteni, mert ha befizeti az ön részét, amit megbeszélünk, az felé, a cég felé, vagy akár közös költséghez befizeti az önrészt, 30%-át vagy valamennyit, akkor mi nagyon tudunk neki segíteni, de hatalmas összegekkel, 400 ezerrel már nem tud idejönni, nem tudunk vele mit kezdeni. A Védőháló Alapítvány hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között, valamint 13 és 15 óra között fogadja az ügyfeleket. A pénteki napon délig van a nyitvatartás. Nem kell előzetesen bejelentkezni, a megadott időpontban lehet felkeresni az alapítványt a polgármesteri hivatal 9. emeleti irodájában. 8 iskolából 15 harmadik osztályos diák jelentkezett a Gárdonyi iskola által szervezett helyesírási versenyre. A megmérettetés két részből állt, először tolbamondás volt, majd következett egy helyesírási készséget mérő feladatlap. Vannak olyan újítások a szabályzatban, amelyekről talán nem is mindenki hallott, és meglepődnek azon, hogy hogyan írjuk helyesen például azt, hogy Zsanettel. Több versenyt szervezett az elmúlt időszakban a Gárdonyi Géza általános iskola, mind a tanulmányi, mind a sportversenyek tekintetében. Szerdán kora délután egy újabb megmérettetésre várták a fiatalokat, ezúttal a harmadik évfolyamos diákok adhattak számot a helyes írási tudásukról. Hála Istennek, nagyon sok versenyünk van, gazdag a versenynaptárunk. Sportversenyünk is, jövő héten is lesz egy láptólabda bajnokság, úgyhogy majd arra is mindenkit szeretettel várunk. Illetve most egy helyesírási verseny fog nem sokára elkezdődni. Ez egy tankerületi verseny lesz a harmadikosoknak. Készülünk, a kollégák szakmailag is a toppon vannak, megköveteli tőlük ez a rengeteg sok munka, ez a rengeteg feladat, ami előttünk van, és nagy örömmel állunk ennek elébe. Nagy hagyománya van ennek a helyesírási versenynek a Gárdonyiban. A Dunajvárosi Tankerület 8 iskolájából összesen 15 tanulót neveztek be a megmérettetésre. Nagyon régóta, évtizedes hagyománya van a Gárdonyiban a harmadik osztályosok helyesírási versenyének. Ezt még annó akkor találták ki a kollégáim, amikor azt látták, hogy hiánypótló lenne ez a verseny itt a tankerület iskoláiban. Bár a különböző iskolákban más-más módon sajátítják el a tananyagot a fiatalok, mégis van egy adott szint, a kornak megfelelő elvárás, illetve nehézségi fokozat, ami alapján összeállíthatták a versenyfeladatait. Ez attól függ, hogy melyik tankönyvcsaládból tanulnak a harmadik osztályos tanulók, de általában elmondható, hogy már a tulajdonneveket, főneveket vették erre az időszakra, úgyhogy ilyen feladatokkal készültünk, tulajdonnevek lesznek a tolbamondásban, illetve a
klasszikus ellipszilonos és pontos és szavak helyesírása, illetve időtartam és mással hangzó hosszúságot fogunk még mérni a feladatokkal. Sorra érkeztek is a gyerekek a versenyre kísérő tanáraikkal, szüleikkel. Volt, akinek ez volt az első versenye, és volt olyan is, aki már több ízben is próbára tette tudását. Hát a sok versenyen harmadik lettem. Hát most ez az első, hogy itt vagyok, és szombaton megyek diákolimpiára, sakdiákolimpiára. Az első versenyem. Izgulsz? Hát kicsit. Például ebbe az évbe, tanítási évbe, az összes bójai versenyen voltam, még lesz a környezet bójai versenyünk, és a matekon 14-ek lettünk, a magyar bójai versenyen meg 10-ek. Általában a tanárok és bizony otthon a szülők is segítettek a gyerekeknek abban, hogy felkészüljenek erre a helyesírási versenyre. Sok mindent átnéztek és begyakoroltak. Hát, hogy... Egy tanárunk segített pár dolgot, hogy mondjuk a Nemzeti Múzeumot hogy kell írni, aztán az egyik füzetünkbe leírtuk, és azokból tanultam néha. Pontos és vagy elipszilonos és szavak, mondatokat diktált anya, mindenfélét. A kisbetű, nagybetű, tulajdonnév, köznév, EJ, meg betűrend. Manapság egyre több idegen szót veszünk át, amely tulajdonképpen csak nekünk idősebbeknek számít idegennek, az új generációs fiatalok mindennapi szóhasználatában benne van, ilyen például az e-mail, az online vagy a spray. Ám tévedés azt hinni, hogy ezek helyes írása jelenti a fejtörést, vannak ugyanis olyan változtatások, amelyek az alapvető szabályt érintik. Hát nem kell az új szavakra gondolni, mert a régi szavak helyesírása is megváltozott a 12. kiadással, a helyesírási szabályzat 12. kiadása nagyban megváltoztatta, és itt a feladatlapban is vannak olyan szavak, amik bizony változtak a 11. kiadás óta. Mondaná nekünk egy példát? Például a Zsanette. Ezt a szót úgy kell írni, hogy Zsanett hosszú tével, kötőjel tel. A helyesírási verseny két részből állt, először tolba mondás volt, majd következett egy helyesírási készséget felmérő feladatlap. Itt harmadik osztályban rendezzük meg, és általában úgy jönnek el a diákok, hogy az iskolájuk leválogatja, kiválogatja a legjobb tanulókat, házi verseny keretében mi is így tettünk, és úgy kerülnek ide be a tankerületi versenyre. Közelmúltban azon örömhírről számolt be a Gárdonyi iskola, hogy egyik kisdiákjuk, Vél Levente felvételt nyert a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett szakára. Szintén ezen intézményben folytathatja tanulmányait szeptembertől Jakubik Beatrix Melissa is. Nagyon boldogok vagyunk. Jakubik Beatrix felvételizett, ő már 8-os, szintén a Táncművészeti Egyetemre, és olyan jól sikerült a sokszoros túljelentkezés ellenére a felvételije, hogy kettő szak közül is választhat. Hát ez a felvétel azért is különleges, mert nagyon ritkán kerülnek be Budapesten kívülről gyerekek, és a képzés az olyan jellegű, hogy ő elkezdi a középiskoláját, és majd egyetemi vagy főiskolai diplomával a zsebében lép ki onnan. Jakubik Beatrix Melissa tánctanára, Tóth Varga Zsuzsanna, aki a Gárdonyi nevelőtestületével együtt nagyon büszke Trixire. Kérem, most tekintsék meg híreinket még egyszer röviden. A rendelőintézet 7. szintjére költözött a gyógytorna, hétfőtől a diabetológia is ott lesz. Tavaly 118 bajba jutott családnak segített a Dunai Városi Díjhátralékosokért Alapítvány. 8 iskola 15 diákja vett részt a Gárdonyi iskola tankerületi versenyén. Ennyi fért mai hírműsorunkba, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, adásainkat bármikor visszanézhetik a www.d+tv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.